nemzet a sportért. A sport a nemzetért. A nemzeti sport mindkettőért. Műsorunk támogatója az Aranyászok. Jobban csúszik. Sejtettem rég, hogy ennyi elég, de a valóság széjjel tép. Hideg a szó, ajka idog, és semmi se fájt így még. Mi előtte volt, lehet igaz, nem láttam a mámultól. Most elszakadunk, s én megtanulom zuhanni az égboltról. Azt, ami van, nem értékeled, csak amikor már elveszett. Süket és béna, és vak vagyok, s nem segítenek az angyalok. Tudom, nincs ki engem szán, legalább most ne nézi rám. Valami meghalt bennem tán, üvöltenék, de nem szólt szám. Legalább most ne nézi rám, valami meghalt bennem tán. Legalább most ne nézi rám. A válogatott csapat akármilyen eredményt ér el, meg akárhogy szerepel, mégiscsak a magyar válogatott, és ezzel én úgy vagyok, hogy az anya is szereti a rossz gyerekét. Ugyanúgy szereti, mint a jó gyerekét. Hiszünk abban, hogy ugyanúgy elindulunk majd fölfelé, mint más országok tették, éppen Ausztria is. Pozitív változás ez a mostani út, amúgy még nem tudom, hát kevés idő telt el, hát bízok benne, hogy változás lesz. Most szerintem ez kell a magyar labdarúgásnak, ez egy nagyon jó szervezés volt, hogy ingyen mehetnek ki a szurkolók. Bízunk benne, hogy a többi válogatott is meg tudják ezt szervezni, mert így minél több ember kimegy. Annyira kell optimistának lenni, hogy azért megyünk, hogy ilyen biztos, hogy ne forduljon elő két évesen. Annyira bízunk a csapatba is, hogy ez biztos, hogy ne fog előfordulni. Ez egy fiatal csapat, szerintem mindent meg fognak próbálni a siker érdekében. Most már mindegy 50 busz fog szervezetten a magyar határa érkezni, és onnan a Pest stadionba beérkezni. Én azt várom tőle, hogy egy korrekt szurkolás, szinte hazai környezetben fog játszani a csapatunk, és ennek igazság szerint nem is most van csak igazi nagy jelentősége, hanem ez az első lépés ahhoz, hogy a magyar válogatottnak is meglegyen a szurkolótábora, és amikor majd Magyarországon játszunk bármelyik stadionban, akkor ugyanez a lelkes közönség vegyen bennünket körbe. Budapestről jöttünk a gyakorlatilag. Kispest. Rendszámos. Az, hogy itt megismerkedünk a szurkolókkal, meg hogy beszélgetünk, azért már érdemes volt eljönni. Ez az első meccs, hogy ő az MLS elnök, a Kovács Attila, és innentől kezdve, szóval azért mindenki megdobbant valami, hogy azért magyar vér, magyar meccs, és hogy persze az is, hogy ingyenes, de hát az, hogy végül is itt van mindenki együtt, és hát megy. Azt hiszem, hogy ez a meccs ellenségek nem lesznek. Én újpesti szurkoló vagyok, de azon felül magyar is. És a sorrendbe kéne rakni? Nincs sorrend. Ez olyan dolog, mint hogy a barátnőm sorba akarja állítani magát, hogy Újpest vagy ő. Nincs dobogó, nincsenek egy szinten sem, de lecsúszott nincs a dobogó. Jó! Jó! Hungária! Elég optimista vagyok, szerintem 10-0-ra nyerünk. Jó! Jó! Hungária! Jó! Jó! Hungária! Jó! Jó! Hungária! Ide hungára, nem magyar elé! Valé! We'll be right back.
ez eddig hál' Istennek nagyon jól sikerült. Itt több mint 1000 embert utaztatott ki az Everest, és én úgy érzem, hogy itt a hátam mögött most teljesen mindegy, hogy ki milyen csapatnak a szurkolója, milyen érzelmét, mindenki a magyar csapatért szorít és szurkol, és remélem, hogy ez az összetartás a jövőben is meg lesz a különböző szurkolói csoportok között a Nemzeti 11 mögött. A szövetségkapitányunk legalább annyi időt kap a feladatai elvégzéséhez, mint maga a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége. Ennél kevesebbet semmiféleképpen. Rövid távra mi azt a célkitűzést állítottuk a csapat elé és magunk elé, hogy azt a zuhanást, ami a két jugó meccs után bekövetkezett a labdarúgásban és a labdarúgás környezetében, azt sikerüljön megállítani. Erre 4 mérkőzésünk van, és hogyha ezt sikeresen vettük ezeket, itt most nem csak az eredményre gondolok, természetesen arra is, hanem a mutatott játékra, a hozzáállásra, és hagyd ne folytassam megint, akkor tudunk majd nyár előtt leülni, és a további tervekről beszélni. Ez a két jugoszláv mérkőzés teljesen földig rombolta, amit Csankjános épített, vagy van azért, amit tud hasznosítani belőle esetleg? Nem a Csankjános munkáját rombolta földig. Hirtelen egy olyan tükröt tartottak elénk, amely olyan éles volt, mint még soha ezelőtt. És rá kellett döbbenni, hogy az elmúlt évtizedekben, főleg az elmúlt 10 évben, mi állandóan csak a jelent építettük, és ez az út nem vezetett sehova. Úgyhogy most egy picit természetesen a jelent is kell, azt is ápolni kell, de a jövőt is el kell kezdeni építeni. Egyrészt gondolok a válogatottra, ezért van olyan sok fiatal, de másrészt gondolok itt az egész ország labdarúgására és az utánpótlás képzésre. Én azt mondtam a csapatnak, most az előbb volt a taktikai megbeszélés, és ezzel kezdtem és ezzel zártam a megbeszélést, hogy a követelményeket most az ország állította elénk. Ettől a fiatalabb válogatottól azt várják, hogy a 90 perc során végig küzdjenek, hajtsanak, soha ne adják fel a mérkőzést, szervezetten játszanak, és természetesen érjenek el jó eredményt. Az lehet válogatott, aki egyrészt erkölcsileg úgy viselkedik, úgy él, úgy hajt, úgy küzd a bajnoki meccseken, akár otthon, akár külföldön, hogy megérdemelje a címeresmezt, ugyanakkor megvan a megfelelő labdarúgó tudása is. Gondoltál rá, hogy egyszer válogatott leszel? Álmaimban igen. De végülis valahol az ember mindig számít rá, mindig a céljai közé tartozik, de végülis mindig olyan elérhetetlenek tűnt, úgyhogy jó érzés nagyon. A számomra nagy meglepetés, de reménykedtünk benne, hogy az Izraelből most már történik valami válogatás. Én az a típusú edző vagyok, aki kicsit a megérzéseire hallgat, és mindig megyek azok után. Ez egy jó pár szó megerősítést is nyert, hogy helyesen döntöttem, mikor a megérzésemre hallgattam. Ha például odaérek egy útelágazáshoz, és az egyik utat ismerem, biztos, hogy a másik felé indulok el. Tévedtünk is el egy párszor már a családdal, és hát szittak is eleket miatta, de hát ez is benne van. Engem mindig az új érdekel, tényleg mindig valami újat keresek, és mindig az izgat, hogy az ismeretlen, és azt hogy lehet megoldani. Én azt hiszem, hogy következetes vagyok, legalábbis szeretnék az lenni, és nagyon sokat tanultam, hogy valóban az legyek a régi edzőimtől, természetesen nagyon sokat ellestem. Talán előnyöm a szakmai felkészültség és az, hogy elég nagy a tapasztalatom. Ez egy kicsit már sajnálatos, de hát ez inkább egy állapot. Edzői pályafutása során mi okozta önnek a legnagyobb örömet? Amikor megnyertük 84 bazifivel az Európa-bajnokságot. És mikor volt a legcsalódottabb? Hát amikor a válogatottól el kellett 89-ben búcsúzni, és kikaptunk a spanyoloktól 4-0-ra. Nagyon meg tudnak viselni a kudarcok, természetesen ebbe is volt részem, és hagyd mondjam azt, hogy én az a típus vagyok még ráadásul, akinek a kudarcaiért is nagyon sokat kellett dolgozni. Ez mit jelent? Hát azt, hogy én mindig munkás edző voltam, ami azt jelenti, hogy nagyon sokat dolgoztam, akár kinn a pán, akár elméletileg, nagyon sokat tanultam, nagyon sokat megpróbáltam külföldön, itthon ellesni a kollégáknak a munkájából, és hát ez hála Istennek többnyire sikerhez vezetett, de hát azért nem mindig. Ön szerint mire lehet képes ez a megfiatalított magyar válogatott a mai mérkőzésen? Azt tudjuk természetesen, hogy egy olyan csapat az ellenfelünk, amely 3-4 éve együtt játszik, stabil nyugat-európai bajnokságokban edződtek, egy nagyon harcos, agresszív, erőszakos társaság, nagyon nehéz mérkőzésre számítunk,
Én úgy érzem, minimálisan egy tisztes helytállás, de nagyon szeretnék ennél jobb eredményt elérni. Biztos vagyok benne, hogy kellemes meglepetést fogunk okozni a magyar nézőknek. Csak egy pillantás és látom jól, ez másképp egyszerű, mint eddig bármi más. Egy álom ébred fel egy másikból, egy újabb fordulat, egy újabb állomás. Még egy változás, várnék még, de minek? És nincs türelmem, várnék még, hogy később azt is bánjam. Várnék még, de lehet, hogy annyi minden elment már. Mert túl sokáig vártam, ahogy a jött, úgy ment el. És a holnap nincs sehol, olyan messzire nem is kell, hogy láss. Itt vagyunk, és ez most így van jó. Mi lesz, azt nem tudom, látványos robbanás, vagy napfogyatkozás. Nem játszunk olyan egy szerepet, hát én úgy érzem, hogy meg vagyunk elegedve, hogyha ezt a másik fél időben ugyanezt tudjuk játszani, és egy kicsit bátrabban merünk támadni, akkor egy nagyon nagy meglepetést tudunk itt csinálni itt az osztrákoknál. A támadó játékunkkal elégedett vagyok a szélső játékunkkal, elégedett vagyok a gólhelyzetek kihasználásával. Mit szól királyére meg bemutatkozásához? Bravúros megoldás volt. Olyan boldog volt, hogy megfogta, és előtte be is mondtam a játékos társaimnak, hogy meg fogja fogni. Ennél jobb bemutatkozás, azt hiszem, hogy nem kell egy kapusnak, amikor első labdaérintésre 11-est fog. Nagyon nagy iram van. Hát úgy érzem, hogy elég jól játszunk, ahhoz képest, hogy most van együtt először ez a társaság. Hát bízom benne, hogy most már megnyerjük, kihúzzuk ezt a pár percet. Jó sikerült, úgy érzem a bemutatkozás. Igaz volt egy nagy helyzetem, amit érzésem szerint be kellett volna lőnöm. Én azt hiszem, hogy igazából nagyon jól elkaptuk a fonalat már az elején, és egész meccs alatt egy nagyon jó tempót diktáltunk. Luki! Yes! Két gólt rúgni az óriási dolog, tehát a legcsodálatosabb az, hogy ez a csapat győzött itt a Prater stadionba. Őszintén nagyon büszke vagyok, hogy ilyen csapatban tudtam játszani, és ilyen tényleg mindenki mindenkiért szellembe játszottunk. Szenzációs volt kicsit, talán volt olyan időszak, amikor fáradtabbak voltunk, de átestünk a holdponton, és azt hiszem az eredmény a döntő most, hogy 3-2-re nyertünk, és ez nagyon nagy dolog. Egy olyan osztrák csapatánál játszottunk, akinek már a világbajnoksága szinte teljesen kész csapata van. És hát mi még nem ők annyira ugyan összeszorva, de ezt lelkesedéssel megpróbáltuk pótolni, és hát úgy érzem, hogy sikerült is.
fantasztikus, hát komolyan mondom, ilyet még talán kint se értem meg, hogy ilyen lelkes. Erre vágytam már nagyon régóta, hogy hazaérsek, és itt a magyar szurkolók előtt tényleg ilyen jó játék, ahogy a csapat játszott, bemutatkozhassak. Mit éreztél, amikor a magyar szurkolótábor kórusban Király Gabit kiállt? Hát nagyon... Nagyon jó érzés volt, megmondom őszintén, ne haragudjanak, de... Ez teljesen normális. Hogy hazajöttem, és akkor a szurkolótábor is, hogy szombat erről is eljöttek, és nem felejtettek el. Úgyhogy ne haragudjanak. Emlékszel, vagy tudsz olyan kapusról, aki úgy mutatkozott be a válogatottban, hogy meg első labda érintése egy 11-est véde? Hát nem tudom, nem emlékszem, de nem az a fontos, hanem az, hogy a csapat nyert. És végre úgy érzem, hogy elindulunk abból a mély valamiből fölfelé. Sok türelmet kérünk mindenkitől, egész Magyarországtól, úgyhogy de dolgozunk, én úgy érzem. Nyertünk 3-2-re, rúgtunk 3 gólt idegenben, hazai pályán játszottunk, itt voltak a szurkolóink. Örömet okozott a játék, én gondolom mindenkinek. Hogyan lehet innen tovább lépni, hiszen egy magasra tett mérce most már, ami a válogatott előtt van? Nagyon sok munkával. Folyamatosan dolgozni kell a kluboknál, föl kell készülni a mérkőzésekre, a sorozatterhelésekre, és akkor majd jön az eredmény. A csend mögött egy világ törtett, s a hang is mosoly jól fizet. Még nehéz napok jöhetnek, de légy önmagad, mert csak az éri meg, hogy lesz erőm, amikor neked kell. Ugye lesz erőm, hogy soha ne add fel. Ugye lesz erőm, amíg elég erős nem leszel. Ugye lesz erőm, amikor neked kell. Ugye lesz erőm, hogy soha ne add fel. Ugye lesz erőm, amíg elég boldog nem leszel. Műsorunk támogatója az Aranyászok. Jobban csúszik. A Teheránban nagy ismertségnek örvendő magyar festőművész Gizella Varga Szinai a Bécsi Akadémián ismerkedett meg az ugyancsak ott tanuló férjével, akivel immáron 31 éve él Iránban. A művésznő azóta is rendszeresen jár haza, tartja a kapcsolatot az itthoniakkal, így nem csoda, hogy figyelemmel kísérte a magyar válogatott iráni fellépését. Nekem a döntetlen lenne a legjobb, mert akkor az lenne a jó, hogy egyik se nyer, de tulajdonképpen hát elvártam a magyarokhoz, most csak maguknak mondom, hogy győzzenek. De nagyon-nagyon tetszik az, ami most Iránba megy, szóval az, hogy ennyire szeretik a focit. És ez egy ilyen nagyon-nagyon nagy nemzeti érték most. Végig nem tudtam eldönteni, hogy kinek is szurkoljak, hiszen ha Irán nyer, akkor Gizella lesz szomorú itthon. Ha pedig a magyarok győznek, az nekem fáj egy kicsit. Az eredménytől függetlenül én azért boldog vagyok, mert ez a foci iránti rendkívüli érdeklődés nagyon pozitív dolog. Lévén, hogy a perzsa gyerekeknek most vannak példaképeik, minden srác focizni akar. Nem akarom az irániakat összehasonlítani annak idején a magyar aranycsapattal, ezt nem lehet összehasonlítani. Magyar aranycsapat az tényleg egy nagyon-nagyon csodálatos korszak volt, de az érdeklődés a foci iránt ugyanolyan. Tehát az utóbbi győzelem Ausztráliában, emlékszem, hogy kint voltam az utcán, alig tudtam hazajönni. Olyan eufória volt, olyan nagy volt az érdeklődés, táncoltak az utcán. Mindenki ordított, mindenki újongott. A világbajnoki lázra mi sem jellemzőbb, hogy munkaidőben is 70 ezer néző volt kíváncsi az iráni válogatottra a Magyarország elleni mérkőzésen. Az iszlám szigorú előírásai miatt azonban a hölgyek nem léphettek be a stadionba, ők ugyanis nem szórakozhatnak együtt a férfiakkal. Az ilyen szabályok és az öltözködési előírások miatt úgy is gondolhatnánk, hogy az iráni nők nehezen viselik a kötöttségeket. Nehezebb a nők helyzete itt, mint mondjuk Európában, de mi ezt egyáltalán nem bánjuk, hiszen szeretünk itt élni, mert ez a hazánk. Ha utcára megyünk, muszáj hordani, csadort nem kell, de úgynevezett rúpust, kendővel, igen, a hajunk legyen eltakarva, valahogy így.
most már szabályosabb. Lázadásnak nem mondanám, de például kifestik magukat az utcán, ami régen elképzelhetetlen volt. A hölgyek minden vonalon dolgoznak, annak dacára, hogy a fejkendőt hordják. Szóval nem ez az, ami az ember tulajdonképpen felszabadítja, hogy most fejkendőt hord, vagy nem. Itt Iránban férfi vagy női művész között nincsen különbség, hiszen ugyanazok a lehetőségeink és ugyanazok a problémáink is. Például aktot nem festhetünk. A civil életben viszont több a kötöttség, ami a nőket korlátozza, de ez abszolút megszokható, és számunkra végül is természetes. Tulajdonképpen én már nem is érzem ezeket a kötöttségeket, mert nagyon belső életet élünk, és a barátaink, az ismerőseink, és az, ami a házunkban játszódik, és a művészeti körbe, az tulajdonképpen nem érzem magam megkötöttnek. Szeretem az embereket, a mentalitásukat, az, hogy tulajdonképpen kevesebb a stressz, egyáltalán a keleti életmód. Valahogy sok szempontból bölcsek, tehát nem olyan hektikus az élet, mint talán nyugaton. És barátságosak, kedvesek. Én kezdettől fogja jól éreztem magam. Az életemet Perzsián kívül csak Magyarországon tudnám elképzelni, hiszen Gizellán keresztül egy kicsit oda is tartozom. Az ember az élettel él tovább, és tulajdonképpen nem gondol arra annyira, hogy mit hoz a holnap. Tehát elfogadja azt, amit a jelen ad, és azzal halad tovább. Ez a különbség kelet és nyugat között. Tulajdonképpen nyugaton az ember amiatt nyugtalankodik, hogy mi lesz. Mi lesz, hogy mennyit fogsz keresni, mi lesz, hogyha nyugdíjas korba kerülsz. Megmondom őszintén, megtanultam azt, hogy ezekre nem gondolok itt. Haladok tovább, dolgozom, és nem gondolkodok sokat tovább, hogy mi lesz, hanem izgatom magam azzal, hogy mit hoz a jövő. Ez kelet. Ugye titokban mindannyian valami ilyesmire vágytunk. A tornagyőzelemhez első lépésként a világbajnoki résztvevő házigazda Irán válogatottjának kellett jobbnak bizonyulnia a mieinknek, méghozzá úgy, hogy az osztrák mérkőzéshez hasonlóan ismét öt újoncot avatott Bicskei Bertalan szövetségi kapitány. Ketten közülük a kezdő csapatban kaptak lehetőséget. A meghívásnak is örültem arra, hogy kezdő legyek, arra nem is igazán gondoltam, úgyhogy ez óriási megtiszteltetés. Én azt várom tőle, hogy ugyanannyit fog küzdeni, hajtani, harcolni, mint a Vasasba, és legalább olyan jó fog játszani. Attila, te mit tudsz ajánlani az újoncnak? Mit csinálja? Hát azt tudom neki ajánlani, hogy hajtson, fusson, mint mi. És akkor meg lesz a gyümölcs. Hát most nyugodt vagyok, de lehet, hogy amikor belefúj a Billa sípjába, lehet, hogy olyan gyomorideg jön belém, hogy meg leszek egy kicsit zavarodva, de hát ez szerintem majdnem minden emberi természetes, hogy az első válogatottságánál egy kicsit bonyolultabb, de hát ott lehet, hogy egy idő múlásával majd minél jobb lesz. Én azt kértem tőle, látva az irániakat, hogy fusson versenyt a bal hátvéddel, az az érzésem, hogy gyorsabb nála, labdával is, nem csak labda nélkül. Hát magam is kíváncsian várom, hogy mire lesz képes. Úgy hallottuk, 60-70 ezer ember kijön, úgyhogy és valószínűleg nem nekünk szurkolnak, bár piros fehér-zöldbe vannak költözve. De hát ez egy futballista, az mindig fel kell, hogy dobjon egy ilyen élmény. Tehát az, hogy ennyi ember előtt játszott, ez nem mindennapi esemény. A pálya az eléggé síromos állapotban van sajnos, hát ezen kell most játszani, ezen kell nyernünk ma este. Még sokkal jobb is lesz a játék, mert igazából
támadások is akadoztak, de én azt hiszem, hogy most jó védekeztünk, Pécsben viszont annyira nem védekeztünk jól, most a védekezés volt jobb. De azt hiszem, hogy egy pár meccs múlva mind a kettő, a védekezés támadás is jó lesz, tehát egy jó ütőképes csapat lesz. Nagyon hajtós mérkőzés volt, ahol fel voltunk készülve arra, hogy az Irán hazai közönséget minden meg fog tenni az, hogy győzelmet szerezzen. Hát megmondom össze, hogy a mi csapatunk nagyon taktikusan játszott, tehát azt játszottuk, amit tényleg kellett. Szervezetten védekeztünk, és abból nagyon jó kontrasztunk. Hát az Iránnak ilyen kis helyzete is kérdezett, ilyen óriási helyzet talán hely volt, de az se volt egy igazi helyzet, úgyhogy ez a csapatnak a tartását azért megmutatta, mert osztrálok ellen az osztrálnak voltak helyzeteik, most már azért jobban védekeztünk. Ilyenkor azért nem bosszant, hogyha végig gondolod, akkor ők VB részvevők, mi pedig nem? De bosszant, ilyenkor az ember elgondolkodik, hogy tényleg kis szervezettsége, vagy nem tudom, egy valami plusszal oda lehet nézni. Bár mondjuk ők, gondolom azért könnyebb helyzetben vannak, hiszen azért Ázsiából valószínű, hogy egyszerűbb kijutni, mint mondjuk egy európai csoportból. Szerinted mi a titka annak, hogy úgy tűnik ez a magyar válogatott megtanul győzni? Két mérkőzés legalábbis ezt mutatja. Hát az igazság, hogy végigküzdik a mérkőzéseket, és emellett tényleg támadásokban olyan pluszokat tudunk hozni, amivel a meccseket lehet nyerni. Tehát az nem elég, hogy brusztolunk 90 percig, hanem fel is képítenünk a támadásokat, mert ha brusztolunk, akkor véletlenül tudunk egyszer-kétszer nyerni rövid távon, de hosszú távon tényleg az a fontos, hogy merjen játszani és vállalkozni a csapat, és az ma is meg volt szerintem. Te játszottál Csang csapatban is, most Bicskeinél is alapember vagy. Más a szemlélet ennek a társaságnak, vagy a játék felfogás más? Hát az biztos, hogy fiatalok, és tényleg a tűz megvan bennük, és nem azt mondom, hogy Csang csapatban nem volt meg a tűz, mert abban is megvolt a tűz. Hát más edző, más felfogás, most ez a két meccs nagyon jól sikerült, de azért nem kell mekkora ünnepet csapni emiatt, mert nem erre készülünk, hanem a selejtezőkre, a bajnoki selejtezőkre. Nem szeretnék nagyképűnek látszani, de tényleg úgy éreztem, hogyha az irányok gólt mennek ezen a mérkőzésen, akkor nagyon szégyelhetjük magunkat, mert egyáltalán nem éreztem úgy, hogy ők jobbak lennének, vagy egyáltalán képesek lennének minket megverni. Hát ez természetesen a csapatnak köszönhető, hogy ismét nagyon jól játszottunk, szerintem fegyelmezetten betartottuk az edző utasításait, és ennek volt köszönhető az, hogy győzünk. Nemrégiben ez a csapat tét meccsen 17 gólt rúgott. Nem nekünk. Pláne ezzel a módszerrel, amivel ők akarták elérni, ezzel a felíveléssel, ezzel magas védőink voltak, én is hál' Istennek jól mentem ki ezekre a labdákra, tehát valahol ül ez, amit a Jani mondott, de hál' Istennek nem játszottuk még egy napig, hanem csak 90 percig. Az elmúlt idényben a klubcsapatomban ment a góllövés, a válogatottban a kevésbé. Hát most tényleg ez megfordult, itt két mérkőzésre 3 gólt fogtam, ahol a klubcsapatomban pedig még ebbe a fél évben nem sikerült gólt szerezni. Mi az oka ennek? Hát nem tudom, most egy ilyen időszakban, hogy a klubcsapatomban ugyanúgy megvannak a lehetőségeim, de egyszerűen nem megy be semmi. Itt a válogatottban meg háromszor oda kerülök a kapu elé, és mind a 3 gól születik. Ez egy tényleg egy új csapat, ez a két mérkőzés nagyszerűen sikerült. De úgy érzem, hogy nem szabad itt most hurra hangulatnak lenni, mert még hát fogja érni kellemetlen meglepetés is ezt a csapatot. Minél később remélhetőleg. Igen, hát azon vagyunk, hogy ezt minél jobban kitoljuk ezt az időszakot, de ez be fog következni, most nem fog itt végigverni az egész világot. Jó, de hát ez most már zsinórban ugye idézőjelve, hát ez már a második idegenbeli győzelem. Ez régebben nem volt jellemző a csapatra. Igen, nem, hát ráadásul meg két VB részvevőt sikerült legyőznünk, úgyhogy ez külön nagyon nagy öröm részünkről, úgyhogy ezzel is bemizetettük, hogy azért nem véletlenül kerültünk oda a pótselejtezőre. Ilyenkor nem bosszanta, hogy ez az iráni csapat VB részvevő, mi pedig nem? Hát, de egy kicsit bosszantó. Hát nem tudom, lehet, hogy itt az ázsiai földrészen kellene indulnunk, és akkor talán több szanszunk lenne arra, hogy kijussunk a világbajnokságra. Öröm volt a csapatban játszani, tényleg egy egymásért küzdő társaság volt, úgyhogy, és hála Istennek nyerni tudtunk. Hogy ment neked? Hát, mehetett volna jobban is, de hát így elsőre azért nem panaszkodom. Sokat dolgoztam ezért, hogy én itt lehessek. Most is sokat dolgozok rajta, hogy itt maradhassak. És remélem, hogy sikerülni fog. Csapattársaid megszavazták, hogy a tiéd volt a nap mozdulata. Hát köszönöm a bizalmat, nagyon örülök neki. Hál' Istennek nagyon jól sikerült. Egy gól kéne, és akkor feltenném a koronát, és abba hagynám.
Érthető volt a játékosok jókedve a mérkőzés után, amely végigkísérte a válogatott egyetlen szabadnapját is, melyen a program Teherán híres Arany utcájának meglátogatása volt. Jó a hangulata a csapatnak, mert olyan csapatokból kerültek ki, akik pillanatilag is a táblázatok első feléhez tartoznak, és jó eredménnyel büszkélkedhetnek. Hosszú idő után a nemzetközi poronon is reménykedhetünk, hogy egy magyar játékos nyakába akasztják az aranyérmet a KEK döntő után. Nagyon nehéz ellenfelünk lesz a Chelsea személyével, de hát egy mérkőzésen dől le, úgy azt hiszem, hogy minden lehet egy döntőben, minden előfordulhat. Egy másik Németországban szereplő extradista a Bundesliga aranyérmének várományosa. Négy forduló van még hátra, Bayern München már csak három meccset játszik, mi négyet, és minden esünk megvan arra, hogy begyűjtjük az aranyat. Az MTK játékosok az idén úgy tűnik csak a Magyar Kupa arannyal vigasztalódhatnak. A kupát pedig mindenképpen meg kell nyernünk, mert az MTK-nak a célja a nemzetközi kupa szereplése egyértelműen. A Fradi játékosok még nem mondtak le a bajnoki címről, az újpestiek pedig nagy előnyük ellenére óvatosan nyilatkoznak az aranyesélyekről. Az az arany a legszebb a világon. Hát az Újpest, remélem, hogy a Stadler ellen nyerünk. Kapitány szereti az aranyat? Igen, megmondom őszintén. Van egy nagyon kedves emlékem, ezt meg is mutatom. Ezt az egyiptomi csapatomtól kaptam. Itt egy korán idézet van, és itten pedig a három fiamnak az arcképe. Ezen kívül nem nagyon hordok aranyat. Európa-bajnoki, ifjúsági Európa-bajnoki arannyal azért rendelkezik? Az az igazság, hogy nem, ugyanis egyel több játékost vittünk ki az ifi EB-re, és én aranyérmemet odaadtam annak a tartalékjátékosnak, akit pluszba kivittünk. És most a torna arany? Hát az majd hónap meglátjuk. Mi nagyon szeretnénk, ez kétségtelen. Hát az ellenfél még talán nem tud róla, majd meglátjuk, hogy mire leszünk képesek. Nem szereted az aranyat? Hát nem, én nem szeretem az ilyen csillogást, villogást, bár azért a családomban többen vannak. Édesapám például kifejezetten ilyen aranymániás, úgyhogy végül is azért itt pedig óriási a választék, és ahogy látom nem is olyan drága, tehát biztosan majd valami fönnakad a horogra a végén. Az előbben voltunk a úgynevezett Arany utcában, hát megmondom őszintén nem az alap aranyékszerek voltak, de én már a mennyasszonyommal fel vagyok szerelkezve a téren, úgyhogy inkább csak nézelődtem. Ha jól tudom, akkor a karkötődnek külön története volt. Mi is az? Igen, a egyik játékos társam, aki nincs az MTK-nál, Kocsembak Imre, kint játszott Görögországba, és onnan hozott ilyen különböző aranyékszereket, és mutatta ezt a karkötőt, ami van a kezemen, és azt mondtam neki, hogy ha a Fradit megverjük a Népstadionban, amikor is végül is 2-1 nyertünk, akkor meg fogom venni, és így került hozzám ez a karkötő. Jól látom, szeretnél aranyat? Valószínű, hogy igen, de hát még nem tudom pontosan, hogy mit vagy, milyen értékben, mert arra gondoltam, hogy a feleségemnek most lesz a névnapja április 27-én, és hogy meglepem valamilyen. És itt a tornán egy arany? Hát semmi más vágyam nincs, mint hogy most a következő feladatra összpontosítsak, és ez pedig az, hogy itt megnyerjük a tornát, és akkor lehet, hogy valami nagyobb aranyat tudunk venni. Tegnap én is kim voltam a stadionban, láttam a magyar csapatot. Nagyon technikás, jó gárda. Szerintem meg is nyerik a tornát. El kell ismerni, hogy a magyarok jobbak voltak a miénknél, de ha két meghatározó játékosunk hazajöhetett volna, akkor talán más az eredmény. A magyaroknál a 9-es és a 10-es számú játékos tetszett nagyon. Hol látom? Kim volt tegnap a meccsen? Feri, ez az úr, akivel az imént beszéltem, éppen téged dicsért. Nagyon szimpatikus ember nekem is, úgyhogy lehet, hogy össze kéne járni. Gyakran járnál ide Iránba? A körülményeket elnézve? Hát megmondom őszintén, hogy nem igazán, mert európai embernek nem túl szimpatikus ez a város, de hát ők jól érzik magukat, és végülis nekik ez a fontos. Thank you.
nagyon hosszú út vár még. Egy-két hát így is beszállás, a kutya utasoknak lyukasztás. Még nem szükséges, nincs megállás, de akkor nagyon gyorsan mindenkinek kis. Mennyire lehetünk elégedettek az irániak vendégszeretetével? Mennyire kedves nép? Kedves nép a maguk módján, kicsit másabb a viselkedés módjuk, mint a magyaroknak, talán kicsit körülményesebbek, mint mi vagyunk, és ez, ami kicsit a munkánkat kicsit nehezítette, de végeredményben a kapitányunk főjött a játékosok figyelmét is arra, hogy különböző szokások vannak, lehet, hogy késünk, lehet, hogy nem oda megyünk, ahova pont akarunk menni, legyünk türelemben, ez benne van a pakliba, ez erre készüljenek föl, és úgy érzem, hogy hát regenerálottunk már ez a rövid idő alatt is ahhoz, hogy ne legyen probléma. Másképpen készül az ember egy válogatott mérkőzésre, ha kezdő? Azt hiszem nem, ugyanúgy készültem, amikor csere voltam, mint ahogy most. Hát nagyon örülök neki, hogy kezdő vagyok, bár egy kicsit meglepett a döntés végülis. De ezt azt hiszem, most ezzel nem kell foglalkoznom, hát próbálok élni a lehetőséggel. Ön igazán meglepetnek nem tűnsz? Hát inkább nem látszik. Számítottál rá egyébként, hogy eljutsz ideig, amikor elkezdtél futballozni? Hát természetesen, hát mindenkinek ez a vágya szerintem, hogyha elkezd futballozni. Hát nagyon büszke vagyok rá, és nagyon örülök neki, hogy végülis most már sikerült. Mikor leszel elégedett a mai mérkőzés után? Hogy összesen jövünk le a pályára. A magyar küldöttség végül is Teheránból nem tért haza aranyérem nélkül, és ez több szempontból is fontos. Nagyon fontos ez a torna több okból. Ugye először is a megtépázott tekintélyünket kéne valahogy helyreállítani, ez az egyik. A másik, a labdarúgónak újra el kell inni, hogy nyerni tudnak meccseket. Vége a meccsnek, mire vártok? Hát az eredményhirdetés, azt hiszem, a megérdemelt aranyérmet szeretnénk átvenni. Megtiszteltetésnek érzem, hogy meghívást kaptam, hogy kijöttem erre a tornára, nagyon örülök, hogy védtem, nagyon örülök, hogy jól ment, nem kaptunk gólt. Ez volt az én feladatom, és a jövőt ezt meglátjuk. Ez egy fiatal válogatott, és ez egy kiinduló pont lehet a válogatott történetében. Azt hiszem, ennél jobb kezdés el sem képzeltük volna, hiszen három mérkőzést játszottunk, és hát ezt is győzelemnek vehetjük a mai, szóval három győzelemmel kezdeni, azt hiszem, ez felhőtlen örömet jelent nekünk. Szerettem volna a meccset eldönteni, nem sikerült, de hát tudtam, hogy 11-es Tony bement, hál' Istennek, és így is meg tudtuk nyerni a tornán. Alaposan kicentiszted azt a lövést, hiszen a kapus nagyon rajta volt, nem? Igen, kivártam az utolsó pillanatig, nem mozdult sehova, és el kellett tudnom erősen a sarkot, és kész. Tudtam, hogy gól lesz, biztos voltam magamba, és hál' Istennek be is van. Bicsei mit mondott, amikor kijelölt erre az ítélet végrehajtásra? Hát mondta, rámutatott, hogy rúgjam a 11-est, én mondtam, hogy és mi van, hogyha elszórakozom, mert tényleg én egyszerűen nem tudom komolyan venni az ilyeneket, és az más egy magyar válogatottnál más 11-es rúg, mint egy vasasba. És minden idegszállam oda koncentrált, vagy csak hogy rúgjam le. Lényeg az, hogy itt van a 50 ezer dollár, ami úgy gondolom, hogy hát egy komoly összeg, és hát a mérkőzés alapján megérdemelték a játékosok, hogy ezt a pénzt most megkapják. Végül is a Béla csapatkapitány majd biztosan tisztességesen szétosztja, hosszú az éjszaka, aludni már nem igazán lesz időnk, vagy lesz? Nem nagyon. Nem lesz időnk. Gyere hát is állj mellénk!
Műsorunk támogatója az Aranyászok. Jobban csúszik. Hamar István, akit az MTK adott kölcsön a Betár Jeruzsálemnek, fél idény alatt rúgott 9 góljával, hamar belopta magát a sárga-fekete szurkolók szívébe. Itt nagyon jó futballistának lenni. Ezt mondom arra, hogy Magyarországon lehet ismert egy futballista, elismert már csak nagyon kevés, de hát őrjöngésig szeretett, rajongott sztár, az semmiképpen, nálunk elképzelhetetlen. De itt Izraelben egy befutott játékos, aki olyan teljesítményűt, azt itt istenként van kezelve. Az immár negyedik éve Jeruzsálemben játszó Sallói István az ezen idő alatt elért 51 góljával Izrael minden idők legeredményesebb idegen légiósának mondhatja magát. Úgy érzem, az izraeli futball feljövő ágban van. Most nekünk magyaroknak, a három magyarnak, akik itt vannak ebben a csapatban, mi csapatunkban szerencsénk van, mert a legjobb csapatba kerültünk. Végülis tavaly is bajnok csapat volt. Nagyon technikásak a játékosok, aztán fizikálisan és taktikában kellene nekik előrelépni. De hát ez végülis abból adódik, hogy az ország futballja nagyon fiatal, tehát 50 éves államról van szó, így a futballnak az emberek fejében a beidegződése olyan mély. Milyen barázdák, mint mondjuk a magyarokéban, ahol én azt mondom, hogy taktikában sokkal fejlettebbek a magyar játékosok, mint az izraeli. Pisont István a tavaly megszerzett bajnoki cím után a Betár ezévi első helyéhez 15 rúgott góllal járult hozzá, és ezzel jelenleg az első számú futballistának számít Izraelben. Iszonyatos fanatikusok. A mérkőzésekre rendszerint ott vannak különböző miniszterek, rengeteg miniszter jön a mérkőzésre, polgármester állandóan ott van, Ehud Olmert. Ez társadalmi esemény. Igen, szóval ez nagyon nagy dolog számunkra is. Ha ma megnyerjük a bajnokságot, akkor abban nagy része lesz Magyarországnak is, hiszen a számunkra oly kedves három magyar sztár elévülhetetlen érdemeket szerez a bajnoki cím megvédésében. Ők egyébként nagyszerű emberek, akiket mindenki ismer és szeret Jeruzsálemben, hiszen hozzájárult Sallói, Pisont és Hamar a két ország barátságához. Védekeznek, elég jól játsszák is a játékot. Szerencsém volt a gólnál, a gyerek az úszám luftot rúgott, és elpasztottam a kapusnak. Nagyon örülök neki, mert nagyon fontos gól volt. Látom,
láttam, hogy cserélni akar az edző, azért gondoltam, hogy egy kicsit húzom az időt. Sietek az öltöző felé, mert ha bejön ez a sok ember, akkor az élet veszélyes. Szebb, mint amire számítottam, de nagyon örülök neki. Pont 5 éve a Honvéddal voltam, utoljára bajnok, épp ideje volt. A Honvéddal sikerült háromszor, és itt kétszer, úgyhogy a ötödik. Akkor ez szerint Középső István a legtöbbszörös bajnok közületek? Igen, az örökös bajnok, viszont a legnagyobb király. Neked hány bajnoki címed van? 2. Én úgy látszik, hogy csak idegen földön tudom. Mérkőzés után a bajnok csapat egyenesen a Városházára ment, ahol a polgármester adott fogadást Izrael legnépszerűbb csapatának tiszteletére, melyen sok más előkelőség mellett megjelent az izraeli miniszterelnök és Benjamin Netanyahu. Hogy ez inkább a gyerekek országa, mert minden erre épül, minden úgy van kialakítva a boltokban, hogy a gyerekeknek megkönnyítse az életüket, úgyhogy így a gyerekek ilyen szempontból nagyon jó helyre kerültek, és ők most járnak éppen óvodába, héber nyelvű óvodába járnak, tehát zsidó gyerekekkel járnak együtt, az ünnepeiket rendesen megünnepelik, a kislányom most már 1 éve jár, ő beszél héberül, ért is héberül, és sokszor jön haza, énekli a héber dalokat, szóval ő teljesen beilleszkedett ide, amellett, hogy természetesen nagyon hiányoznak neki a nagyszülei. Örömmel járnak, tényleg örömmel, ünneplő ruhába, ünnepekkor, ajándékokat kapnak, születésnapot megünnepelünk, mindent. Nagyon-nagyon szeretem, és az óvonők is szenzációsan foglalkoznak velük. Az, hogy a Sallói család már 4 éve él Izraelben, megkönnyítette gyermekeik beilleszkedését, és az is érthető, hogy a még csak 1/2 éve Jeruzsálemben tartózkodó hamarlányoknak Sallói Dani és Panka jelenti az igazi társaságot. Így ez nekünk nagyon jó, hogy a Sallóik itt vannak, mert nagyon jó eljátszanak, nagyon szeretik egymást a gyerekek, úgyhogy elég sűrűn is találkozunk, sokat járunk együtt a pályára. 2 lányom van, feleségem, anyósom, csak nőnemű lényel vagyok körülvéve. És akik jönnek vendégek, azok is állandóan nő, kislány gyermekkel, fiút úgy kell itt. Mondom, ha fiút akar, férfit akarok látni, tükörbe kell néznem. Hát nagyon rossz a sorsolásom ebben a szempontból. Nem szomorú, élvezi szerintem. A lányok állnak rajta, csimpaszkodnak, mi kiszolgáljuk, és teljesen jó neki. Pisont István és menyasszonya Ágnes még csak tervezgetnek. Most lesz májusban az esküvünk, és nagyon szeretjük a gyerekeket, és már nagyon szeretnénk. Mikorra hányat terveztek? 2 szeretnénk, egy lányt és egy fiút. Egészségesek legyenek, ez a legfontosabb. Próbáltak minket meghűzni, hogy tartsuk itt az esküvőt, csak hát kicsit bonyolultabb lenne, meg hát a barátok, a család, a rokonság az
Az otthonban, és egyszerűbbnek láttuk, hogyha ők jönnek Magyarországra, és nagyon nagy örömmel jönnek hozzánk. Néhány kilométerrel odébb Tel Avivban nyilaselek beilleszkedését nehezítette, hogy két lánya nem lehetett vele ebben a fél évben. Két lánynak haza kellett menni, mert ez alatt a pár hónap alatt itt nem kaptak volna iskolai bizonyítványt, és ezért nem akartuk, hogy az első évet elveszítsék. Úgyhogy hazamentek, és ha szeptembertől visszajövünk, akkor itt fogják folytatni. Ifjabb nyilaselek viszont már láthatóan jól érzi magát új otthonában, és már barátkozik a héber nyelvvel is. Állam a kávé! Szép volt Elek? Szép volt hát. Jó futballista leszel, mint apa? Igen. Hát pedig nem lesz könnyű dolgod állítólag. De. Ott jártunkkor az is kiderült, hogy a jó hangulat nem csak a szűk családi körben jellemző, hanem az összejáró magyar játékosok közös bulijaira is. Eszembe jutottak az emlékek, elég frissek, hiszen az én születésnapomat egy pár napja ünnepeltük, és el voltunk egészen jól fél kettőig, kettőig. Kik itt futballoznak, azok már régebből ismerik egymást, tehát otthon is volt olyan játékos, akikkel együtt futballoztam, például a Horváth Csaba vagy a Komódi, és a kis távolság is természetesen előny, hiszen fél óra alatt bárhol oda tudsz érni itt Izraelbe. Amikor én ide kijöttem, akkor már az én feleségem terhes volt, és úgy kellett megoldanunk, hogy egyedül maradjak. De hát itt olyan családi légkörben vagyok, hogy mindig valakihez tudtam csapódni. Szóval én nagyon szeretnék itt maradni még egy-két évre, remélem. Viszont szeretném azt, hogy most már legközelebb a családommal, mert ez a rész így eléggé nehéz volt. A magyar szemszögből sikeres szezon után mindannyian várták már a hazatérést, és tették ezt abban a tudatban, hogy kint nyújtott teljesítményükkel tovább öregbítették Izraelben a magyar foci jó hírét. Hát szerintem, hogyha ez a 10 játékosból lenne összeállítva, akik most itt vannak, szerintem esélyes lenne a bajnokság. Hogy ünnepelnek a németek? Nem tudjuk, de biztosan hosszan. Fantasztikusan! Volt is oka a 140 ezeres lélekszámú német kisvárosnak a kirobbanó örömre, hiszen a Bundesliga történetében egyedülálló módon a második vonalból feljutva nyerte meg a bajnokságot a Kaiserslautern. A vörös ördögöknek becézett Betzenbergiek a harmadik fordulótól kezdve az élen álltak, de csak az utolsó előtti játéknapon dőlt el, hogy övék lesz a bajnoki címet járó trófea, vagyis a salátástál. Ehhez a 4-0-ás Wolfsburg elleni győzelmen túl az is kellett, hogy az üldöző Bayern München ne győzön Duisburgban. Legnagyobb örömünkre az ünnepeltek közé tartozott, a télen klubhoz igazolt. Akik azzal büszkélkedhetnek, hogy 30 év után ismét van magyar Bundesliga bajnok, ráadásul 2. Érthető volt tehát felszabadultságuk a mérkőzést követő zárt körű vacsorán, ahol szóba került a magyar bajnoki cím várományosa is. Mondjuk egyszerre! 1-2-3 úgy. A Fradi! Azt kell, hogy mondjam ehhez, hogy én kétszeres bajnok mondom már magam most. Nem, hát én meg csak ehhez annyit tudok hozzátenni, hogy a Lajosnak már eddig is mondtam, hogy ha szeretne aranyérmet látni, akkor szívesen mutatok neki 1-2-t a hazai vitminemből, mert neki sajnos még nem sikerült bajnoknak lennie, de kívánom neki, hogy ez az egy bajnokság mellé most egy kupagyőztelmet begyűjtsön az Újpestnek, nekem meg maradjon a hazai bajnoki cím is. Fiúk, mit jelent ez a ti részsikeretek a magyar futball szempontjából? Én azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog, hiszen én, ha jól tudom, még nem mondhatja el egy magyar játékos sem magáról, hogy Bundesliga első osztályban bajnoki címet nyert. Még akkor is mondom, hogyha mi keveset játszottunk, de mindig tűz közelben voltunk, ott voltunk a közvetlen szűk keretbe, bármikor bevethetőkész állapotba. És én azt gondolom, hogy ezt senki nem veheti el tőlünk. Én csak annyit tennék hozzá, hogy kívánom nagyon sok magyar labdarúgónak, hogy ugyanezeket elérje, és nagyon szeretném, ha nem sokára többen is itt kint játszhatnának, és ugyanilyen sikereket tudnának elérni, és mindenkinek nagyon sok sikert kívánok, és köszönöm szépen mindenkinek, aki segített minket abban, hogy ide kerültünk. Ahhoz, hogy János és Lajos biztos csapattagok legyenek, még kell egy kis idő. De emberileg teljesen beilleszkedtek a csapatba, és a munkához való hozzáállásuk is példás. Ez rövid időn belül a játékban is megmutatkozik majd.
A pszichológiai érzékéről híres Rehágelnek mindenkihez volt egy-egy jó szava, így a Hrutka szülőköz is, akik a csapattal együtt hajnalig folytatták az ünneplést. Ugyanezt tették a várost övezőlő szurkolók is, akik mámorban úszva idézték fel ennek a szerencsére magyar szempontból is felejthetetlen napnak a pillanatait. És nem volt probléma azzal, hogy most mi külföldiek vagyunk. Ez biztos abból is adódik, mert nagyon sok külföldi játékos van a csapatnál, és hát ez könnyítette a mi helyzetünket is. Nyelvi nehézségeink vannak, hiszen elég kevés nyelvórán vettünk részt. Sajnos a nyelvtanárunk megbetegedett, és én például magamon érzem azt, hogy sokszor zavarba érzem magam az öltözőbe, hogy nevet mindenki, aztán nem értem, hogy mi a vicc. Hát ez igazából beilleszkedési problémáink azért nincsenek, mert azt gondolom, hogy elfogadtak itt minket, még így is, hogy kevésbé tudunk velük beszélgetni. De a Rudi ebben elég sokat segít nekem, mert Rudi elég jól beszél angolul, meg jobban is azért németül is jobb már, és segít nekem abban, hogy ha esetleg valakivel valami beszélni való van, akkor sokat segít nekem. Edzés munkában nem hiszem, hogy különbözne az otthoniaktól, sőt, volt olyan, amikor otthon keményebben edzettünk, mint itt kint. És tényleg ez egy tévhit otthon, hogy mindenki azt hiszi, hogy itt megszakadnak a játékosok, annyit edzenek. Egyáltalán nem, csak amit csinálnak, azt mindent 100%-ig odafigyelve és összpontosítva, oda koncentrálva. Szóval mindent úgy csinálnak, ahogy kell. Itt az edzések is olyan, mintha meccset játszanak. Én úgy érzem, hogy jó formában vagyok, edzéseken eléggé jól megy a védés, de mondom, más a mérkőzés, más az edzés. Én azt gondolom, hogy ha most esetleg védenék egy magyar bajnoki mérkőzésen, jobban menne most a védés, mint annak idején menni. Eljön a nap, hajtod magad, hát ha első lehetnél, nem adod fel a nagy remény, hogy a csúcsra érhetsz még. Mitől függ az, hogy mivel jársz edzésre? Gépkocsival vagy robogóval? Ez attól az egytől függ, hogy éppen milyen idő van, mert ha jó az időjárás, akkor mindig robogóval szoktam járni edzésre, mert nagyon közel van a pálya, 4 km, 10 perc alatt ott tudok lenni a robogóval, és tényleg itt a városban nincsenek távolságok. Ha meg rossz idő van, akkor meg természetesen kénytelen vagyok kocsival menni. Melyik fogyaszt többet? Hát attól függ hány kilométeren, de természetesen a kocsi jóval többet fogyaszt. Most mondtad, hogy üres a tank, akkor elég gyakran használod a robogot. Nem, elég ritkán tankolok. Itt kint sokkal nyugodtabb az élet. Például Rudi is, aki otthon köztudottan imádott száguldozni a városba, most 30-al megy itt, mert annyi a megengedett itt a belvárosban különösen, és abszolút nem idegeskedünk, már ha látjuk, hogy már sárgul a lámpa, megállunk, gyalogost mindig átengedjük, akár piros van neki, akár nem, tehát ennyiben sokkal nyugodtabb lett az életünk. Rudi még annyira nem ismer, tehát van, aki még nem is tudja, hogy ő az új játékos, de van olyan is, hogy már megismerik a városban is, autogramot kérnek tőle. Már láttam egy szurkoló kislányon, hogy rajta volt a meze a Rudinak, és ő is köszönt nekem, tehát ő tudja, hogy én a felesége vagyok, ez olyan jó érzés volt. Ja. Nagyon jó játékos, és büszke vagyok rá, hogy az ő mezét viselhetem.
Az autogramot osztogató Szűcs Lajos viszont a Kaiserslautern legfiatalabb szurkolójára büszke. Ősztől már a kis Szűcs is látogatója lesz a mérkőzéseknek. Ifjabb Szűcs Lajos, Magyarország. Aki? Mennyi aki ides? 11 hónapos, 11 kiló, életre való erős kisfiú. Amikor apa lettem, hát ez egy óriási dolog volt, és komolyan mondom, ez egy olyan érzés, ami nem lehet összehasonlítani semmivel. Tehát az életem a gyerek, és a családom. De hát az, hogy ide kikerültem, én erre nagyon büszke vagyok, hiszen én azt gondolom, hogy ez a pályafutásom egy eddig legnagyobb állomása, amihez érkeztem, és bízom abban, hogy előbb-utóbb ezt a pályán is meg fogom tudni mutatni Zsinórba. Hosszú út a nagy hegyen, szünet nélkül a küzdelem. Arról szólnak az éveid, mindig több remény. Műsorunk támogatója az Aranyászok. Jobban csúszik. Közeledő karaván, repül a hír, a faluban cirkusz jár, és a hangszórókból harsog, aki él, az jöjjön el. Ez a műsor, amit mindenkinek látni kell. A kocsma előtt a köveken ül a bolond, néz maga elé, és mosolyog bármit mond. Tudod, én is veletek mennék, de inkább itt iszom. Holnap sírok, ha ma nevetek a cirkuszon. Gyerekek futnak a téren át, ez egy boldog délután. És az emberek nézik, hol lehet, aki ünnepet csinál. És jön a bot, és örül a nép, és ragyog az illúzió. Ma a pokolba tűnik el az, ami nem jó. Tűzkarikán.
mondott a kapitány, mikor pályára küldött? Hát azt mondta nekem, hogy menjek be a jobb szélesre, Bék Józsefet, és próbálj meg húzogatni az ő bal oldalukat. Szerinted ez véletlen, hogy pont most a portugálok előtti EB selejtező előtt vette elő a kapitány újra? Nem tudom, hát szerintem inkább az, hogy tavaly nem nyújtott a teljesítményt a klubomba, és most sikerült a három mérkőzésen két gólt rúgni, és az nálam olyannyira meglepő, hogy aztán a kapitány is észrevette. Visszaverekeded magad a válogatottba, ez azt jelenti hosszú távra? Hát én nagyon örülnék, hogyha ott lennék mindig a szűk 18-as keretben, és nagyon szeretnék itt lenni mindig. Hát nem volt egyszerű, mert először játszottam a csapatban, itt komoly taktikai gyakorlás folyt. Próbáltam odafigyelni, hogy mérkőzésen meg tudjam valósítani azokat, amit a szövetségi kapitány mondott. Úgy érzem, hogy jó erőben vagyok, bizonyítottam, szeretnék közel kerülni a válogatotthoz. 0-0-nál álltál be, és 2-1 lett a vége, ez jelent valamit? Hát ilyen győztes csapatban voltam. Önmagáért beszél az, hogy az elmúlt, ha emlékszem, 5 mérkőzésen összesen 3 gólt kaptunk, abból is 2-t az osztályok ellen. Most ez a gól, ez sajnos hát nagyon nagy figyelmetlenség volt, de én azt hiszem, hogy ez sok csere miatt volt ez, mert nagyon sok csere volt már a végén, és úgy mondjam, egy kicsit szétesett a csapat a serék miatt, és éppen egy ilyen szöglet variáció, a szabadugás variációt, amit begyakoroltunk, és mindig is kivétünk, most ebből kaptunk gólt, de hát én úgy gondolom, hogy a védelemmel nem volt gond ezen a meccsen sem. Mit szólsz ahhoz, hogy a szurkolók ennyire a csapat mögé, mellé álltak? Hát én ennek csak örülni tudok, és azt hiszem, hogy ránk fért, mert elég rossz hangulat volt ugye a jugoszláv kudarc után, és én azt hiszem, hogy most nagy esély van arra, hogy teltház lesz a Népstadionban. Teltház előtt más játszani? Hát én azt hiszem, egy futballistának a legnagyobb élmény az, hogy teltház a stadionban játszani, és én úgy gondolom, hogy most esély van rá, és nagyon szeretném, hogyha az lenne. Aranyászok. Jobban csúszik. Mit szólsz az a megújult Népstadionhoz? Már láttam, mikor kint voltam Németországban, akkor láttam az atlétikai Európa-bajnokság közvetítését. Már akkor is nagyon tetszett, de hát élőben természetesen teljesen más. Hát még ha megtelik, hát ez tényleg egy nagy álom megvalósulás lenne. Önbizalommal, hogy legyen látna mostanában. Hát egész héten alatt volt a velünk a kapitány, de tényleg, ahogy ő is mondta, ez olyan mérkőzés, hogy hát egy szót nem szólt volna az egész táborban, akkor is topformában lenne most a csapat a mérkőzésen, mert mindenki érzi, hogy ez tényleg egy tétmérkőzés a szószoros értelemben. Labdarúgásban az edző mérkőzéseket vagy barátságos mérkőzéseket nem nagyon elemzik, nem nagyon érdekli az embereket. A tétmeccs az, ami igazán kihozza, ki a sportember, ki kevésbé, ki van jobban felkészülve, ki kevésbé. Tényleg a papírfalon nem mellettünk szól, de ugyanezt elmondhattuk Bécsbe, és az Irán ellen is ezt hallottuk mérkőzés előtt, és szóval a csapatnak a tartását azt mutatja, hogy felrúgtuk a papírfalát, és ezt a két mérkőzést nyertük. Nem azt jelenti, hogy ezt nyerni fogjuk ezt a mérkőzést, de itt 90 percig a csapat nem fog megállni, és közülünk az utolsó leletünk, az biztos. Aki ott lennül, annak a vállán van a felelősség tulajdonképpen, és ott az egy kicsit másabb, a villamos székbe ott ülni, vagy innen föntről drukkolni,
ez egyszerűbbnek tűnik, de nagyon fog drukkolni a csapatnak. A férje viselkedését ilyenkor meccsen? Ideges, és? Ideges, rángatja a kezét, hátra van rakva neki, és rángatja a kezét, ideges. Hát feszült, nem is ideges. Volt már olyan meccs valahol, amit látott, és nem volt az? Nem. Örülök mindenképpen, reketre ordítozom itt magam. Kicsit lebecsültek bennünket, és megbüntettük őket, kicsit szerencsésen, de az nem számít semmit. Úgyhogy szerintem most könnyebb dolgunk lesz, mert most ebből a kicsit leült állapotból nekik nem lesz könnyű felállni, úgyhogy jó esélyünk, hogy nyerjünk.
egy nagyon jó első fél idő után egy elég gyenge második fél időt produkáltunk, de én azt hiszem, hogy nem lehet ezért a csapatot elmarasztalni. Sajnos nagyon nehéz ezt kimondani, de tényleg így van, ez a portugál csapat, ez jobb, mint a miénk jelenleg. Kevés volt a helyzetünk. Igen, hát úgy szóval nem is nagyon voltak helyzeteink, inkább csak lehetőségeink. Én azt hiszem, hogy van még mind dolgozni, de ez egy fiatal csapat. Azért én úgy érzem, hogy a védekezésben mindenféleképpen voltak biztató jelek. 3 elkerülhető gólt kaptunk, de nagyon az út elején vagyunk. Szerintem még tudunk javítani. Mi lehet a legnagyobb veszélye most ennek a csapatnak, így, hogy ugye az első igazi tétmeccsen elbukott az eddig sikeres gárda? Hát talán az, hogy mennyire tudjuk majd feldolgozni azt, hogy most kikaptunk. Én nagyon remélem, hogy mindenki túlteszi magát, hiszen semmi nincsen még veszve, bár eléggé hátrányos a helyzetünk. Én azt hiszem, hogyha ezek a nagyszerű nézők kijönnek a románok ellen is, és mi mindent megteszünk azért, hogy siker legyen, egyszer nekünk is sikerülhet. Gól maga? Hát végül is egy beadás volt, és aztán általában a labdák 90%-a, hogyha mellé megy, akkor ott a kapufa mellett hagyja a játékteret. Én mindig ezt a területet keresem, és hál' Istennek most is arra jött. Hát, megmondtam. Ha nyomjuk, akkor már nagy baj nem lehet. A közönség is a végén úgy mondta, hogy lehetett ma szerencsék, és most nem volt. Igen, barom volt. Hát lehet. Elsőt a szépen megnyomták, a második van lehet közben. Milyen volt az első, nem? Hát, szabadrugás, gyorsan benyomtak oda. Nem is, hogy fordultunk sem meg. Illetve keresztbe, és onnan eljöttek, mert még nem álltunk. Közönség a csapattal. Közönség a csapattal volt, a faliban volt. Már szerint nekik volt szerencsé. Urak, hagyjuk az urakat, van dolgok elé. Viszont látása mindenkinek, szervusztok. Hát nem voltam Tatán, amikor a mérkőzés előtti edzőtáborozásnak a vége felé járt a csapat. És akkor beszélgettem velük, meg megnéztem az edzésüket, és én egy szimpatikus csapatnak találom a miénket. Függetlenül attól, hogy most éppen a sors úgy hozta, hogy kaptunk 2 szerencsétlen gólt, és ezzel vesztettünk. Egy szimpatikus csapat, hosszú idő óta tétmeccsen magyar csapat először volt úgy, hogy ment, hajtott, nem adta föl. Hát az ellenfélnek nagyobb szerencséje volt. Én akkor is azt mondtam, amikor legutoljára találkoztam velük, hogy kikapni ki lehet, egy dolgot nem lehet idehaza elkövetni, hogy az ember remegő lábakkal, eleve feladva, lelketlenül játszik. De a csapat nem véletlenül, illetve a közönség nem véletlenül volt a mérkőzés után, a vesztes mérkőzés után is a csapat mellett. Egy ilyen sportág. Csodák nincsenek, nem úgy lesz az, hogy egyszer csak összeáll a mostani játékosokból egy világverő csapat, hanem majd jönni kell egy utánpótlásnak, de nagyon fontos, hogy az utánpótlás, amelyik jön, és amelyikből majd lehet egyszer egy nagy magyar válogatott újra, az azt lássa azért, hogy a most gyengébb teljesítményt nyújtani képes csapatunk is azért küzd, hajt, fölszántja a pályát, és szerintem a miénk ma mindent megtettek. Megadatott az a szerencse, hogy átélhettük azt, hogy győzelemre állunk, akkor hogyan értékelte az egymásra találást? Hát nagyon bíztam benne, az első félidőben kifejezetten jól játszottunk, tehát amíg az erővel bírtuk és középpályán tudtunk ütközni velük. Mert ugye ezek mégiscsak azért középpályán elég kis termetű játékosok. Amikor tudtunk velük ütközni, labdát szereztünk, indítottunk, azért oda kerültünk. És azt tudtam, hogy a másik fél időnek az első 10 perce, az minden ilyen alkalommal, amikor egy erősebb csapattal játszik, egy gyengébb és nyerésre áll a gyengébbik, az első 10 perc az döntő. És a 14-edikben hát becsúszott az a nyomorult, gyorsan elvégzett, át hosszú oldalra átrugott szabadrugás, és onnan bepasszolta talán a Szapintó éppen belsővel. Hát lehetett volna másképp is, de ma egy ilyen esténk volt. Itt leszel közelebb is? Hát ha itthon vagyok és tehetem, akkor itt leszek. Én szívesen jövök. Ha olyan csapat van, amiatt nem kell szégyenkezni, amiatt nem azt kell érezni, hogy a fene vigye el, hát hajthattak volna igazán, akkor kijövök. Hát attól, hogy gyengébb a csapat, meg ez még nem egy európai sztárcsapat, az nem akar, hogy az ember ne járjon meccse
akkor van ok arra, hogy az ember kerülje a stadionokat, hogyha lelketlen, szívtelen játékot lát. És a mieink ma nem így játszottak, ezt szeretném aláhúzni, hogy vesztettünk, de úgy játszottunk, hogy nem kellett szégyenkezni egyetlen egy nézőnek sem, nekem sem, az országnak sem. Hát, majd lesz ebből valami, csak nyomni kell. Hiába rágódok rajta, hogy óriásit hibáztam, mert ezt nem kell magyarázni, ez tény. De ha tovább rágódom rajta, akkor úgy érzem, hogy kicsit lelkileg összetörhetek. Nem csak a sikereket feldolgozni, hanem ilyenkor kell odaállni a tükör elé, és ezt is én csináltam, és elvállalni. És akkor utána nyugodt szívvel tudok kimenni megint a pályára, utána edzeni. A nullás meccsek reményében. Így van, reméljük. Ez a hiba nagyon bosszant. Megmondom őszintén, hogy itt éreztem igazán, hogy amit a magyar bajnokságban meg lehet csinálni, sajnos ezek a játékosok ellen nem jött. Sajnos elég ilyen szempontból elkészült típus vagyok, úgyhogy biztos, hogy egy jó darabig nem fogom elfelejteni, de hát túl kell lépni, hát megpróbálom minél hamarabb. De ez nem jelenti azt, hogy nem fogod megcsinálni ezt a szép cselt, ami a hibát megelőzte? Meg fogom csinálni, csak utána nem fogják megvenni tőlem a labdát, legközelebb. A drug bennem volt, az egészséges drug, mert végülis ez nem kis dolog, úgy érzem, hogy a magyar válogatottban játszani, főleg ilyen lelkes, nagyon jó közönség előtt, mint ami most volt. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtuk őket úgy kiszolgálni, nem tudtunk örömet szerelni nekik, de azt hiszem, azt nem mutatják, hogy nem küzdöttünk a végségig, mert úgy érzem, hogy mindent megtettünk, sajnos ennyire volt elég. Hát az első fődő úgy érzem, nem volt panasz, akkor azt játszottuk, amit kell, illetve amit tudunk, de hát a másik fődő nem tudom, mi történt, szerintem teljesen szép estük. Számomra is érthetetlen, hogy ilyen jó első fődő után, hogy tudtuk így magunkra hozni őket. Mi nyertük meg nekik ezt a meccset végül is, nem irontottuk át, mert hibákból kaptuk a másik fődőbe a gólokat. Most akarok mondani, hát nagyon fáj. Itt jön a következő mérkőzés Azerbajdzsán idegenben, ahol mindenképp nyerni kell, és aminek nagyon bízom benne, hogy a románok elleni hazai mérkőzésünkre hasonlóan ilyen sokan fognak kijönni. Műsorunk támogatója az Aranyászok. Jobban csúszik.
Rögtön az első percben itt a horvát felének 100%-os gólhelyzete volt. Úgy érzem, hogy ha berúgjuk, akkor nagyon sima mérkőzés lett volna. Tehát az volt a kérdés, hogy az első gólt mikor tudjuk rúgni. Ez a mérkőzés végül is a papírformát hozta, mert mindenképpen győznünk kellett ahhoz, hogy versenyben maradjunk. Az elején egy kicsit nehéz sikerült, mert úgy gondolom, hogy az első fél nem tudtunk gólt rúgni, de hát megvoltak a lehetőségeink, sajnos szerencsénk nem volt. De úgy gondolom, hogy a két csapat közt ennyi különbség mindenképpen van. Egy kapusnak mindig az a legrosszabb, ha gólt kap, és természetesen jó volt, hogy nullára lehoztuk a mérkőzést. Jó, kívülről könnyű mérkőzésnek tűnt, de azért meg kellett szenvedni, én úgy érzem, a győzelemért. Hát természetesen öröm az, hogyha a kapus nem kap gólt, de én mindig azt mondom, hogy rúgjunk egyel többet, mint az ellenfél. Most mindegy, hogy 10-9-re nyerünk, vagy 5-4-re, vagy 1-0-ra, csak mi nyerjünk. Egyszerű gól volt, jó támadás, egy modern támadás indult a bal oldalon, a Hamar Pista beadott, ott a kapus ütközött egyet a Fehér Mikivel, elimpattant a labda, és rüsztel, láttam, hogy a rövid sarok üres, oda leúztam a labdát. Nehéz volt megrúgni, mert fönn volt a labda, de sikerült. Ez a második 11-es gólom. Az elsőt a hollandok kell elrúgni, amikor 7-1-re kikaptunk. Én kicsit nehezen indultunk bele a dolgokba, de a második fél időre igazán egy nagyon jó egységet alkottunk, és úgy érzem, a nagyon jó helyzet kihasználásból egy ilyen szép eredmény, ami megérdemelt volt, úgy éreztük. Nekem nagyon sokat jelent, 19-esen első válogatottság első volt, ez óriási élmény volt számomra. Azerbajdzsánban 4-0-ra nyert a magyar válogatott, ez adhat valami pluszt a csapatnak? Maga az eredmény igen, de a játék semmiféleképpen. Én úgy gondolom, hogy akik élőben ott voltak és a közönség a képernyők előtt, egy pár évet öregedett azért. Műsorunk támogatója az Aranyászok. Jobban csúszik. Ez már a 8. meccsünk közösen a csapattal, hogy körülbelül ugyanúgy néz ki a csapat így lelki dolgokban, mint az előző 7 mérkőzésen. Én még megmondom őszintén, hogy ha a játék hagyott is itt-ott kívánnivalót maga után, mindig azt éreztem a csapaton meg a játékosokon, hogy ők igenis akarnak hajtani, meg akarják nyerni a meccset, és tényleg szívüket, lelküket igyekeznek adni 90 percig. Én merem remélni, ez ma is így lesz.
Neked ennyire volt elég ez a 4 nap a két mérkőzés között, hogy friss legyél a mai meccsen? Hát remélem elég volt ez a 4 nap. Mindent megtettem azért, hogy friss legyek, pihenés, tehát elég sokat pihentem, és pihent a csapat is. Hát bízom benne, hogy nem lesz gond az erővel. Néztétek a román csapatot, mi a gyenge pontja, ha van egyáltalán? Hát igen, nagyon kevés gyenge pontja van, mert nagyon jó csapat. Megpróbálunk a széleken mögéjük kerülni. Másik pedig az, hogy az elején mindenképpen ilyen letámadásra megpróbáljuk meglepni. Hát ha tudunk labdát szerezni már ott a csatár vonalban. Szerkezete nagyon jó a románoknak, igazi sztárokkal. Na most a középpályán ott aztán tényleg nagyon keményen kell hozzáállni, meg hajtani őket, űzni, mert technikailag nagyon jól lefordulnak, egyből ráfordulnak a védelemre és a kontráik életveszélyesek. Ezeket kell nagyon jól megakadályozni, és abból nekünk menni támadásba. Én tisztelem a hagyományokat, és szeretném, hogyha a csapat is tisztelni, mert mint tudjuk, a románok ellen még nem kaptunk ki. Hát én nagyon bízom benne, hogy ez a hagyomány ez folytatódik. Jó estét, Magyarország! A példamondat ott olvasható, a hagyomány kötelez, győzni kell! Az első válogatott mérkőzésemet románok ellen játszottam, és végül is az VB-s elejtező volt. Hát az élményem azok nagyon jók voltak, mert is kint játszottunk, és a döntetlennel azt hiszem teljesítettük az elvártakat akkor. Érzed-e, hogy van a mai fiatalokban annyi, a mai válogatottban annyi, hogy igazán hagyománytisztelő legyen? Hát ez nagyon nehéz kérdés, hát az biztos, hogy akarni fognak és nyerni akarnak. Az együtt esélyesebb csapatna a román válogatott, mint amilyen. De én egyikre fogadtam. Mit szól ahhoz, hogy Egressy Gábor válogatott? Hosszú idő után először van olyan játékos a válogatottban, aki a csapatomhoz tartozik, és természetesen, hogy örülök ennek. Nem idegen teljesen Gábornak a jobb oldal. Nyilvánvaló, hogy azért mostanában sokkal többet gyakorolja a baloldalról indulást, a baloldali pozíciót, azonban az ő technikai készsége az van olyan szintű, és néha még lenyűgöz, és egy cirkuszporondon is szerintem megállná a helyét. Délben beszéltem vele telefonon, és hát biztattam természetesen, van benne egy nagy adag görcs, ami természetes. Én azt mondtam neki, hogy játsszál olyan flagmán felelőtlenül, mint a Diós György csapatában, és akkor az jó lesz. A mai élmezőnyhöz tartozó egyik legjobb játékeredő fog működni. Nem is véletlen, hogy erre a játékeredőre bízták a Nielsenre a mérkőzést. Nekem ezelőtt is ez volt a véleményem, hogy az elején van, tehát az első háromban magasabb benne van. Nyugodt kiegyensúlyozott srác, és hát őt nem köti ez a fajta politikai kérdés, mert Dánia túl messze van végül is hozzánk is, meg Romániához is fizikai, tehát kilométer távolságban. Magyar-román mérkőzéseknek mindig igyekszenek egy kis politikai felhangot adni. Mit szól ön ehhez? Én nagyon bízom benne, hogy ez a mai mérkőzés be fogja bizonyítani, hogy labdarúgásról van szó. Mi azzal a közönséggel, akit szerveztünk és akiket elértünk, kifejezetten felhívtuk a figyelmet, hogy a labdarúgással foglalkozunk. Mennyire érzi azt, hogy az MLS törekvéseinek a sebességét gyorsíthatja, illetve lassíthatja a mai eredmény? Én gondolom, hogy mindenféleképpen meghatározó lesz a jövő tekintetében. Azért meghatározó, mert ha itt sikertelenek vagyunk, akkor már nem kell gondolkoznunk a 2000-es Európa-bajnokságban, hanem egy hosszabb távra kell ugyanúgy gondolkozni, mint hogy elkezdtük a munkánkat. Én úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik kijönnek ide, azok szurkolni jönnek a magyar válogatottért. Persze nem mindegy, hogy milyen eredményt érnek el, de én úgy gondolom, hogy aki ide eljön, az azért jön, hogy lássa, hogy egyszer győz a csapat. Reméljük ma este is így lesz. De egy a lényeg, hogy a mérkőzés előtt még olyan szenzációs hangulatba lehet kerülni. Ennek ez a titka és ez a lényege, hogy mielőtt elindul a meccs, azelőtt mindenki szenzációs hangulatban legyen, és hát utána már a csapaton múlik minden. Jártam már.
A döntő pillanatban mégis elborult, csak egy hajszálon múlt. És egy hajszál kis távolság, ennyi múlik a boldogság. Nem, hogy véletlen, mégis bánt engem, még nincsen sor. Senki nem fekszik már keresztbe, de észre kellett venned, hogy egy hajszál került be a levesbe. Volt úgy, hogy azt gondoltam, sínen vagyok, indulásra készen vártak már a mozdonyok. Már majdnem együtt utaztunk a siker vonatán. Nem is emlékszem, hogy utoljára a magyar válogatott mikor játszott ilyen jól. Magatokat is meglepett ez a jó játék? Vagy ez hogy jöhetett ki? Hát egy kicsit igen, de végül is ugye ez nagyon nagy akarás volt a csapaton. És hát ha egy kis szerencsénk van, akkor még boldogabb lehetünk volna a mérkőzés után. Nem akarok nagy szavakat használni, de azt hiszem a mai nap világszínvonalon játszott a magyar válogatott. És tényleg nem a románokon múlott sajnos, hogy nem nyertünk a mérkőzést, mert ha jól számoltam, 6-8 helyzetünk volt, és egy gólt sikerült szereznünk, az se helyzetben, hanem szabadrugásból, az ellenfélnek meg egy helyzete volt, és hát kőkemény profik, ők ezt kihasználták. Gólokkal kellett volna nyernünk, a szerencsénk van. Igen, mennyire lepett meg az előtted játszók játéka, a mi csapatunk? Engem pozitívan nagyon meglepett, mert én úgy érzem, szenzációsan hajtottak a srácok egymásért, és magyar színekért. Számomra is egy kicsit kellemes meglepetés volt, hogy azt hiszem nem csak, hogy az eredmény ugye egy-egy lett, hanem úgy gondolom, hogy jobbak is voltunk a románoknál. Ha a helyzetenket sikerült volna berúgni, akkor azt hiszem, hogy majd győzelmet ünnepelhetnénk most. Itt volt egy pár gyors értékelés, itt úgy számoltuk, hogy a reális eredmény 6-2 lett volna. Ilyenkor az nehéz örülni a megszerzett egy pontnak, mert 12 elveszett. Ilyenkor el tudja nyomni a keserűség meg a düh, nagyon jó teljesítmény nyújtott a csapat. Egy dolog tudja elnyomni a keserűséget, hogy amit a meccs után kaptunk a nézőinktől, az egy óriási élmény volt. Azt hiszem, hogy mindenki maradéktalanul boldog volt, legalábbis a látszat ezt sugallta, hiszen megtapsoltak minket. A végén megkaptuk a himnuszt is, az óriási érzés volt, és hát boldogan jöttünk be a pályáról. Nagyon, nagyon igyekeztünk, tényleg meg szerettük volna nyerni ezt a mérkőzést. Minden erőnket mozgósítottuk, és fantasztikusan játszott szerintem a csapat. Nagyon jól letámadtuk őket, rengeteg labdát szereztünk, nagyon jól megjátszottuk azokat, le a kalappal a csapat előtt. Olyan iram volt, mint még sosem, életemben nem játszottam ilyen iramú mérkőzést, és hát mondhatom, hogy világszínvonalon futballoztunk. Úgy érzem, hogy voltak olyan időszak, amikor lefutballoztuk a románokat a pályáról, és tényleg csak a szerencsének köszönhetik, hogy megúszták a vereség nélkül. Egy ilyen csapat ellen ennyi helyzetből
győzni kellett volna, az igazság. Én nekem is két 100%-os zicserem volt, az elsőt azt úgy érzem, azt be kellett volna rúgnom. A másiknál kicsit szerencsétlen voltam, pont elé berúgtam a játékost. De mindenképpen szerintem ez a játék mindenképpen előre mutat. Az elején kicsit furcsa volt a jobb oldalon játszani, nem tudtam, hogy merre vigyem a labdákat, általában mindig befelé vittem, és ott nem találtam semmit. De utána megszoktam, és úgy érzem, hát elégedett akkor lennék, hogyha nyertünk volna, és gólokat rúgtam volna, de hát amit lehetett, megtettem. Jó paszban vagyok, ezt játszom a klubcsapatomban is, Izraelben. Nincs ebben semmi gond, csak azt sajnálom, hogy nem tudtam gólt venni. Gondolok itt a kapufelmet, ami óriási pek volt, hogy nem befelé pattam. De azért nem vagy szomorú? Nem, mivel a román válogatott jóval jobb csapat, és ellenük egy döntetlen, az nagyon jó eredmény. De ez furcsa, amit most mondasz, mert lehet, hogy jóval jobb csapat, de ma a magyar válogatott lefutballozta a román válogatottat. Igen, és ez ad nekem is, és a többieknek is biztatást a jövőre. Hát azt mondom, ha így fogunk dolgozni, akkor mellénk áll a szerencse, ami kell a futballba, és ez még lehet egy nagyon jó csapat. Szerinted mennyit futottál ma? Nem tudom, tehát egy 10 kilométert biztos. Azért az már rendben van Európában. Jó, hát kín is ugyanennyit kell futni, úgyhogy nekem ez nem újdonság. Az ember a szívét is kiteszi a címeres mezbe, de hát ezt a világon mindenhol most már csak így lehet játszani ezt a játékot. Itt lehet látni, aki a Bundesligában játszik és lehetőséget kap, hogy azok mennyivel más felfogásban és mennyivel többet tudnak futni. Tehát itt az kéne, hogy minél több magyar játékos menjen ki a Bundesligába, vagy teljesen mindegy melyik svájci bajnokságba, és akkor lehetne eredményesen a fiataloknak, akkor a példaképek, akkor visszajönnek, akkor lehetne látni, hogy érdemes dolgozni. Ma ez a válogatott nagyon jól játszott, de nem érte egy győzelmet. Én úgy gondolom, hogy egy-két éven belül ez a mérkőzés simán meg lesz. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, és főleg Magyarországon, hogy lehessen tovább dolgozni, ahhoz elsősorban eredményekre van szükség. Maga a játék kiváló volt, idegen szemmel nézve, érdektelen szemmel nézve, ilyen futballra van szükség. A magyaroknak, nekünk a magyar válogatottnak viszont most a győzelmekre. Régen veregették ennyien a vállát, egy döntetlen után gondolom. Hát igen, talán még soha. Ez az igazság. Ön ezt a mérkőzést hogyan érte meg? Tudja szakaszokra bontani? Természetesen tudom. Hát hogyha mint selejtező csoportbeli meccset nézem, akkor nagyon sajnálom, hogy döntetlen lett, és nem sikerült egy nagy ugrás a nagy cél felé. Ha arról az oldalról nézem, hogy a csapat hogy fejlődött a osztrák mestől máig, akkor ugye az ember azt mondja, hogy ha nem is hihetetlen nagy mennyiség, de az úgy lépésről lépésre fejlődtünk, és talán ma volt a legjobb a játék. Ez a játék, ez fejleszthető, vagy azt kell mondani, hogy ha mindig ilyen lenne képes a válogatott, akkor elégedettek lehetnénk? Végülis, ha mindig lesznek visszaesések, tehát a fejlődés a soha nem töretlen. Ezzel tisztában vagyunk, de ebben a csapatban még vannak tartalékok. Most már attól függ, hogy idegenben hogy szerepelünk. Tehát én a saját szemszögünkből nézem. Itt most már mese nincs, itten a Portugáliában, a Romániában és majd a Szlovákiában lejátszott meccseken kell valamit kikaparni, ha a továbbjutást komolyan gondoljuk. Hogy ez sikerül-e vagy nem, megmondom őszintén, pillanatilag nem tudom. Rutka gólya önben hogy játszódott le? Hát úgy, hogy az előbb itt meséltem, hogy a kisrácom azt jósolt, hogy 1-1 lesz. És megmondom őszintén, ott a kispad előtt állva nagy tartást adott nekem, mert arra gondoltam, hogy eddig még mindig eltalálta a meccs eredményét, hát miért pont most tévedne. És úgy éreztem, hogy egy volt biztos, hogy rúg. Nagyon reméltem, hogy még, de hát mivel azt mondta, hogy 1-1, azért abban nem voltam olyan biztos. Amikor a Rutka Jancsi berúgta, akkor nagyon örültem, hát ez természetes, egy bődületesen eltalált szabadrugás gól volt. Nem akarom elkiabálni, de a Jancsival megbeszéltük, hogy kint Németországban az edzések végén neki ez kötelező gyakorolni a szabadrugásokat, mert itt erre nincs idő. Csak rúgja állítólag. ezt nem is kérdeztem, megmondom őszintén, annyira megbízható a Jancsi ilyen dolgokban, hogy 1000%-ig biztos vagyok benne, hogy százával rúgta eddig a szabadrugásokat edzésen. És meg kettőt rúgott az idén ilyet? Igen, két nagyon hasonló volt, ez volt a szebbik, meg az értékesebb is. Álmomban se gondoltam, hogy épp ma fog sikerülni ez a szép szabadrugás. Hát felejthetetlen volt számomra, mivel hogy tényleg nem számítottam arra, hogy ilyen sok ember ki fog jönni a mai mérkőzésre, és ez nekem szenzációs, hogy a magyar közönség előtt sikerült, ilyen szép számú közönség előtt sikerült gólt szereznem a magyar válogatottban.
Műsorunk támogatója az Aranyászok. Jobban csúszik. Mi csináljuk a munkánkat, dolgozunk, és hát nagyon szeretném, hogyha a jövőben is ennyit tudna fejlődni a csapat, mint az idén. Meccs előtt mit tippelt? A kisfiam 2-0-at, és ezt meg lehet kérdezni a vezetőtársaimtól. Megmondom őszintén, eddig annyiszor eltaláltam már az eredményt, hogy egyszerűen nem mertem újságíróknak elmondani, mert ma annyira szinte hihetetlen volt. De a Weimper Pistáktól meg lehet kérdezni, mert ők kérdezték, hogy na és a kisrác mit mond? Mondom azt, hogy 2-0-ra nyerünk. Azért én kicsit nehezebb mérkőzésre számítottam. Az elején rám is ijesztettek, azt hittem több lesz belőle mindkettő, de hál' Istennek tartották magukat. Egyelőre 3-ból 3-at sikerült eltalálnom, hál' Istennek, és egyelőre jó az átlagom, remélem továbbra is sikerül ezt megtartani. És mit gondolsz a válogatott jövő évi szerepléséről esetleg? Esélyeket tudnál latolgatni most, hogy ilyen jós körben tetszelek? Hát ha továbbra is be fog jönni az összes jóslatom, akkor tuti, hogy kijutunk az elvére, úgyhogy azon nem lesz gond, az biztos. Aranyászok. Jobban csúszik. Yeah. 1001 évet lehúztam, mennyben, pokolban, de valahogy mindig útközben valamit mindig tanultam, és hoztam magammal. Amikor hozzád érkeztem, elég sok újat láttam, de se játszuk túl. Vettem észre, hogy mégsem minden új. Keleti ég, nyugati ég, amikor kék, egyforma kék. Ne beszélj nekem többet elveszett évekről, öreg vagyok már, hogy gyere velem, amikor úgy érzed neked jó. Ne haragudj rám, amikor nem vagyok hasonló. Fogadj el, vagy fogadj el, ha eltűnök az egészből. Öreg vagyok már, hogy összetörj. Ha valamit rosszul gondolsz,
gondoltam, az tévedés volt, nem hazudtam. Elég sok jót is láttam, de rosszból se volt kevés. Ha csak utólag vettem észre, az volt a büntetés. Gyere velem, amikor úgy érzed neked jó. Ne haragudj rám, amikor nem vagyok hasonló. Fogadj el, vagy fogadj el, ha eltűnök az egészből. Öreg vagyok már, hogy összetörj. Gyere velem, amikor úgy érzed neked jó. Ne haragudj rám. Műsorunk támogatója az Aranyászok. Jobban csúszik. Köszönjük a Megasport média támogatását. Umbro. Only Football. Nemzet a sportért. A sport a nemzetért. A nemzeti sport mindkettőért. Sosem volt.